Így néz ki most a Nyírbogáti Általános Iskola tornaterme. A 9x18 méteres aulából leválasztott területet, ahogy az órarend is mutatja, minden nap szinte egész nap használják. A testnevelés órákra az iskola diákjai még ezekben az öltözőkben készülnek fel. A folyamatban lévő beruházás projekttábláján viszont már egy modern sportkomplexum terve látható. A tornaterem mérete az 25x30 méteres tornaterem, a kiszolgáló helyiségek pluszban hozzá tartoznak, tehát öltözők, orvosi szoba, különböző infrastruktúrális háttérrel rendelkező tornaterem lesz. A rendezvényen Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a település mellett a térség számára is új lehetőségeket hozhat a beruházás. Az, hogy a gyerekek minden nap tornáznak, annak ugye van eszközigénye és infrastruktúra igénye. A kormány 2014-ben döntött egy olyan köznevelési infrastruktúra fejlesztő programról, aminek ez a Nyírbogáti tornaterem is részét képezi. Sajnálatos módon a most meglévő az egy osztály befogadó képességű, vagy még az sem, tehát igencsak szűkös, és én nagyon remélem, hogy ez a tornaterem majd lehetőséget ad egyrészt ugye két osztálynak a foglalkozásra, másrészt pedig szeretnénk, hogyha az amatőr sportok is teret kaphatnának, és ilyen tekintetben van térségi jelentőség ennek a tornateremnek. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemére 38 milliárd forintot fordít a magyar kormány, ebből mintegy 78 projekt valósul meg, így országszerte 24 tanterem, 25 tornaterem, 24 úszoda és 5 komplex iskola épül. Ezek közül 6 beruházás érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében összesen 6 projekt megvalósítására kerül sor az első ütemben, 4 darab 5 tanúszodát építünk, 1 tornatermet, illetve 1 tantermet, tornatermet építünk Nyírbogád esetében, tanúszodát Fehérgyarmat, Csenger, Kemecse és Bagdalórendháza, és tantermet pedig Aranyosapáti esetében. Boros Anita hozzátette, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemének beruházásai várhatóan a 2016-2017-es tanév alatt befejeződnek, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hamarosan a kormány elé terjeszti a program következő második ütemét.